Jó reggelt mindenkinek! Holnap el szeretnék menni valahova, hogy megmutassak nektek egy helyet, de nem szeretném a nagy tükörreflexes Nikon gépemet magammal vinni, mert nagyon macerás. Úgyhogy arra gondoltam, hogy mobiltelefonnal fogom rögzíteni a dolgokat, amit tudom, hogy annyira nem szerettek, mert folyton elmászik a fókusz. Nekem sem a kedvencem, de egyelőre ez van. Majd ha kőgazdag youtuber leszek, akkor lesz kőgazdag kamerám is, vagyis kődrága. Szóval van a telefonom, meg van a hangrögzítőm, és arra gondoltam, hogy ezzel fogom majd felvenni a dolgokat, de elég macerás szokott lenni, amikor a telefont fogom az állványán, és még a hangrögzítővel is egyensúlyoznom kell, úgyhogy arra gondoltam, hogy veszek egy olyan adaptert, amire mind a kettőt rá lehet rakni. Igen ám, de mindez 3000 forintnál kezdődik, én pedig nem szeretnék ennyi pénzt kiadni érte. Úgyhogy bementem egy használt fotókellékboltba, és vettem egy negyedszolos csavart, 290 forintért, és az eredmény, tadám! Úgyhogy holnap valahogy így fogom tolni a dolgokat, enélkül a madzag nélkül, mert hogy nem a csipit szeretném használni, hanem a felvevőnek a saját mikrofonját. Ez a hack nem egészen 300 forintomba került, holott eredetileg 3000-et terveztem rá. A különbség nagyjából 10 dollár. Felvetődhet, hogy akkor azt vajon mire költöttem? Nagyon jó kérdés. Ma reggel kaptam egy e-mailt, amiben ott volt az az információ, amit mindjárt megosztok veletek. Eredetileg ez a Meti Heteortól jött, aztán átkerült a podcast tábjához, akik értesítettek engem, én pedig most elmondom nektek. Mondjad már! Szóval van egy Indiegogo kampány. Tudjátok, ez az a közösségi finanszírozós platform, ahova ha van egy ötletet felrakod, aztán várod, hogy mindenféle emberek adakozzanak neked. Ezúttal viszont nem a 126 milliómodik Android appról vagy valami értelmetlen kütyűről van szó, hanem egy matek-fizika szakos tanár indított kampányt, méghozzá Budapestről, a Semmelweis Humán szakképzőiskolából. És tudjátok, mire szeretne gyűjteni? Ha úgy vesszük, taneszközre. De egy nagyon menő taneszközre. Ez a tanár, Vörös Tamás, rendszeresen mutat folyékony nitrogénnel kísérleteket az iskola diákjainak. Ezzel nem is lenne semmi probléma, mert a folyékony nitrogén ára nem valami egetrengetően magas. Igen, nem csak, hogy a nitrogént egy igen spéci termoszban kell tárolni, amit gyuáredénynek hívnak, ez pedig meglehetősen borsos. Szóval ahhoz, hogy továbbra is tudjon kísérleteket bemutatni, össze kellene gyűjteni ennek az árát, ami tokkal vonóval együtt 2800 dollár. Mennyi? Igen, mondtam, hogy húzós, de sok kicsi sokra megy. Én már átutaltam nekik 10 dollárt, és ezen a csatornán itt vagyunk, nagyjából 2700-an ebben a pillanatban. Nem mondom, hogy mindenki utaljon át 10 dollárt, lehet kevesebbet is, vagy lehet egyáltalán nem utalni, mindenki döntsön a saját belátása szerint. Csak annyit akartam mondani, hogy sok kicsi sokra megy, mondjuk ezt mondtam is. Tudom, az elég hosszú vitákat generálhatna, hogy más iskoláknak nem, hogy nitrogén nincs miben tárolniuk, de egészen más problémáik is vannak. Meg hogy mire van pénz az országban, meg mire nincs, meg hogy mennyire tolódtak el az egyensúlyok, de nem akarok hosszas politikai eszmecserét a videó alatt. Sőt, tőlünk jóval nyugatabbra is előfordul az, hogy különböző adományokból szerelik fel magukat egyes iskolák. Mondjuk az is igaz, hogy ott eleve más az állam és az állampolgárok és az intézmények közötti viszonyrendszer. Ebbe most nem menjünk bele. Szóval az, hogy a tanár erre a célra egy közösségi finanszírozási kampányt indított, szerintem tök jó. Szóval, aki teheti, adjon bele, a véleményeiteket odalent várom, és itt tudtok feliratkozni a csatornámra. Holnap pedig, ha minden jól megy, jön a következő videó. Sziasztok!